Még 2015-ben indította el először a kormány diplomamentő programját. Ezzel azoknak kívántak mentővet nyújtani, akik ugyan sikeresen befejezték felsőfokú tanulmányaikat, azonban nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. Idén újra elindul a program, a támogatott nyelvi képzésekben várhatóan szeptember közepétől lehet részt venni, a pályázati felület pedig augusztustól lesz elérhető. Itt 400 millió forint áll rendelkezésre, ebből a 400 millió forintból terveink szerint 1300-1400 jelentkezőnek tudunk tanfolyamot biztosítani, bízva abban, hogy sikeresen elvégzik ezt a tanfolyamot és sikeres vizsgát tesznek. A programban angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvi képzésekre lesz lehetőség. A nyelvi képzés szintje legalább általános, B2, tehát középfokú, a közös európai keretrendszer szerinti kimeneti szint lehet, így többek közt a szakmai nyelvvizsga is támogatható. Van egy keretösszeg, ez 300 ezer forint per fő, ami azt jelenti, hogy 2018 augusztusától, szeptemberétől indulna ez a képzés, és egészen 2019. december 31-éig tart. Na most itt lehet többször is tenni nyelvvizsgát, de bízunk benne, hogy a hallgatók többsége első alkalommal abszolválja, és a vizsgát, tanúsító nyelvvizsgát, illetve a diplomát 2020. március 31-éig kell bemutatni nekünk. Amennyiben ez nem történik meg, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni a programban résztvevőnek. Jelenleg a nyelvi képzés biztosító intézmények kiválasztása zajlik. A cél az, hogy minél több vidéki helyszínen lehetőség legyen bekapcsolódni a programba. A korábbi program sikeresen zárult, összesen 6499 diploma megszerzéséhez sikerült hozzájárulni az államilag támogatott képzések segítségével. Ezeken a nyelvi képzéseken több mint 10 000-en vettek részt, közel 9800-an eredményesen el is végezték azt, közülük pedig mintegy 7700 fő sikeresen nyelvvizsgázott.